Sziasztok! Ebben a rövid videóban az angol bulldogról lesz szó. Ha szeretnétek többet megtudni a fajtáról, a videó alatti URL címre kattintsatok, amit itt a videó felső jobb sarkában is láthattok. Kezdjük egy rövid összefoglalással. A kutya neve angol bulldog. A magyar helyesírás szerint egy L-lel írjuk, a köztudatban két L-es változat is elterjedt. A származási helye Nagy-Britannia. Eredeti feladata bika fogókutya volt. Marmagassága 32-42 cm között van, testsúlya 23-25 kg lehet. A várható alomszám 4-5 kölyök, míg a várható élettartam 7-9 év. A nemzetközi szervezetek elismerik ezt a fajtát. Az angol bulldog a brit birodalom szimbóluma, a kitartás, a szívósság és a konok erőjelképe. Mint munkakutya a 17.-18. század Angliájában marhahajcsárokat és mészárosokat segített. A bika orrába kapaszkodva segített lefogni a vágóállatokat. A népszerű bika hetcek főszereplője is ő volt. Szerepet játszott számos fajta kialakításában. A boxer, a bull terrier, a boston terrier, a francia bulldog és a bull mastiff vérében is van angol bulldog vér. Az angol bulldog rövid szőrű, nehéz, alacsonynak mondható, de széles, erős és zömök kutya. A feje a testhez képest viszonylag nagy. Sokan a világ legrondább kutyájának tartják, azt mondják, annyira ronda, hogy már szinte szép. Feje gömbölyű, arcorri része ráncos. Alsó metszőfogai előbbre állnak, mint a felsők, ez adja az úgynevezett bulldog harapást. Az angol bulldog az egyik legszolgálatkészebb, legjobb természetű és legszeretetre méltó kutyafajta. Játékos, barátságos és intelligens. Ha megértően foglalkoznak vele, a legjobb társ lehet belőle. Ragaszkodó és nagyon hűséges. Jelleme kiegyensúlyozott, szelíd. Spontán és lelkes viselkedésű általában, de a lakásban nyugodtan viselkedik. A gyerekeket nagyon szereti, tőlük bármit eltűr. Más kutyákkal és házi állatokkal való együttélése általában problémamentes. Részben azért, mert egyáltalán nincs vadász ösztöne. Általában mindenkivel könnyen barátkozik, bár előfordulnak óvatosabb egyedek is. Kimondottan békés állat. Ha viszont elhanyagolják, rosszul bánnak vele vagy provokálják, akkor igen veszélyessé válik. Ha küzdeni kényszerül, feltámad benne az ősök vadsága. Nem ismeri a vereséget és a megadást. Valamennyi kutyafajta közül az angol bulldog a legelszántabb és a legvakmerőbb. Tanítása viszonylag könnyű. Érzékenyen reagál gazdája hangjára, gyakran már egy határozott, barátságos kérés is elég ahhoz, hogy engedelmeskedjen. Ez a kutya nagyon szeret gazdája kedvében járni. Ha megérti, hogy mit akarnak tőle, sosem okoz csalódást. A kutya ragadozó állat, hiszen őse a farkas. Húst és csontot eszik, de növényi táplálékra is szüksége van. A mai jó minőségű kutyatápok nagyrészt fedezik a kutya táplálék igényét. Ez a kutyafajta testalkatából és mozgás igényéből adódóan hajlamos az elzsírosodásra. Vigyázzunk, hogy ne etessük túl. Az angol bulldog nem igényel hosszú sétákat, beéri rövid kiruccanásokkal. A nap nagy részét szívesen tölti a lakásban vagy a kertben, ha a család is a közelben van. Ezek miatt a tulajdonságai miatt ideális társ otthon ülő emberek számára. A nagy meleget rosszul tűri. Forró napokon nem szabad sétáltatni, sőt autóba ültetni sem. Az angol bulldog igen népszerű társ gyermekes és gyermektelen családokban egyaránt. Kitűnő házőrző, a gyermekeknek fáradhatatlan játszó pajtása, és egyszer mint testőre is lehet.
értelmes és szívesen tanuló fajta. Testalkata miatt azonban alkalmatlan a kutyás sportokra. Ha tetszett ez a videó, kérjük lájkold és oszd meg barátaiddal is. Ha van kérdésed vagy hozzáfűzni valód, írd meg nekünk a videó alatt. Köszönjük!